Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek! Kérdés következő, látszódik a kockázati nyilatkozat vagy sem? Chat ablakba várom a válaszokat. A tőzsdézés különösen akkor, amikor geopolitikai feszültség van, illetve egyéb tényezők a világban, mint például különböző jegybankok kamatemelései, az egy igen kockázatos dolog. A tőzsdézők 81%-a, vagy akár 82-83-85%-a is veszíthet, ha a környezet volatilis. Én azt javaslom mindenkinek, hogy fokozott körültekintéssel járjatok el, amikor nekiálltok tőzsdézni, lehetőleg eleinte felől kezdők demozzanak, illetve kis lotokkal kereskedjetek, stop loss használatával, a money management szabályok betartásával, és vigyázzatok a tőke áttét mértékére is. Ezen kívül pedig, hogyha egy adott instrumentumot nem ismertek, akkor mindenképpen előtte elemezzétek a chartot több idősíkon is, illetve olvassatok róla híreket. Ez most jelen helyzetben különösen fontos. Ennyit akartam beszélni a kockátokról. Figyelmesen olvassátok el, tehát több mint 81% a tőzsdézőknek jelenleg veszít. És akkor most megosztunk egy demo számlát. Mint azt megszokhattátok tőlem, demo számlán szoktam kereskedéssel kapcsolatos dolgokat mutogatni. Kérdésem a következő, látszódik az MTN-es felületem? Kérek egy gyors igen választ a chat ablakba, és akkor kezdhetjük is az előadást. Nyitom a chat ablakot. Igen. Pár perccel az eladásra nyitottam ezt a pozíciót, most én felhúzom a stopját egy kicsikét feljebb, és látjátok, hogy 11 dollár levegő van. Ez egy 0,6-es pozíció, és ennek én most a 2/3-át le fogom zárni, tehát 0,4 lotot zsebre fogunk tenni. A 12 dollár környéki levegőből így annak a 2/3-át, tehát 7-8 dollárt eltettünk zsebre. Ha pedig kisztoppolódunk, akkor ez csak egy 3 dolláros veszteség lesz. Ez egy gyors kalp trade volt, és ha most megnézzük, hogy mit is alkottunk. Egy pillanat, azt láthatjátok, hogy ez a trade volt az utolsó trade. A belépő oka az nagyjából egy szint volt, illetve egy feltetlen volna érintés. Először berajzolom a ferde trendvonalat. Az ereszkedő aljakat kötöttem össze, egy hatalmas emelkedés után van egy korrekciós fázis, lehet, hogy már eső trend is indul, ezért csináltam parciális zárást, mert gyakorlatilag ez itt vagy egy oldalazás lesz, vagy elindul egy eső trend. Ezt jelenleg én most nem tudom megítélni, de egy biztos, hogy látható, hogy fokozottan, óvatosan kell eljárni. Nézzük meg, milyen pozícióink vannak. A mai nap az arról szól, hogy skalpolásról, daytradelésről, illetve hosszú távú kereskedésről fogunk beszélgetni. Zömében haladó kereskedők vannak jelen, de van köztetek kezdő is, ezért, hogyha bármilyen mondat nem egyértelmű, akkor kérdezzetek rá a chat ablakba, és arra kérlek titeket, hogy a questions ablakot most ne használjátok. Ebben a valamennyivel több mint egy órában rengeteg dologra kitérhetünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bele is vághatunk akár, és menjünk sorba a különböző nyitott trédeken. Először is átkapcsolom a chartot Nasdaqra. A fehér vagy a fekete chart szimpatikusabb. Gyorsan várok egy kis véleményt. Fekete, fekete, fekete. Akkor ezt már meg is oldottuk. Tehát ő lett itt a Nasdaq chartunk. És megnézzük magasabb idősíkon, hogy miért is kötöttem long pozíciókat. Első körben nézzük meg, hogy ez egy esőtrend volt egy ideig, eddig a pontig, és ettől a ponttól már egy emelkedő trendet láthattunk, és ha valaki egy picikét kreatívan tud rajzolni ferde trendvonalat, párhuzamos trendvonalak, párhuzamos ferde trendvonalak rajzolásáról szól nagyjából ez a történet, nem lett pont párhuzamos, picit följebb is húzhatom. Ennek a trendvonalnak az érintése akár lehet egy belépő. Ezen kívül, ha idehúztok egy utolsó kis támaszvonalat, akkor látható, hogy itt van egy dupla aj. Minden egyes napon mindig több idősíkon kell elemezni több chartot, ami azt jelenti, hogy
akár a napostól, vagy 4 órástól lefele, hogyha elindultok, minden idősíkot elemezzetek le. Én most itt az 1 órással kezdtem, azt láttam, hogy itt a duplajra sokan beszállhattak, azonban az emelkedő trendet hamarosan az esés váltotta föl, és itt is volt egy ilyen furcsa duplaj, ott is gondolom én, hogy rengeteg longos beszállt, és ezt követően ők bizony kisztoppolódtak. A legjobb belépő ilyen esetekben, amikor láttok egyszer vagy kétszer kirázást egy adott irányból, egy fals letörés vagy egy fals kitörés. Fals letörésen azt értjük, hogy elesik a támaszszint, majd újra följövünk, ekkor már ellenállás szintnek hívjuk, és ez a gyertya fölött a zár, akkor innen, ha nyitok egy long pozíciót és bestoppoljátok alul, akkor már akár jó is lehet az adott trade. Akkor menjünk tovább, mondjuk 4 órás idősíkra. 4 órás idősíkon az látható, hogy volt egy hosszabb esőtrend, ezt meghúzom föntebbről egy picikét, nem pontos a vonalka, de látjátok, hogy jövünk lefele, és ezt megtörtük, itt már bátrabban lehetett long pozíciókat nyitni, a mai nap is erre egy remek példa, és nézzük, hogyha időrendi sorrendben rakjuk ezeket a pozíciókat, akkor a mai napon mit is ügyködtünk. Első körben mutatom a Dow Jones-t, M1-es csárton, mintha most ugye skalpolnánk. Látható, hogy elindult a csárt fölfele a parciális zárásunkat követően, azért, mert átvittük ezt a ferde vonalat. Itt én most ezért azt csinálom, hogy ráteszek egy csúszóstoppot, jelen esetben egy 12 pontos, azaz 1200-as csúszót teszünk rá, így már nincs veszély a pozíció hátralövő részében sem. Egyéb iránt elképzelhető, hogy ideig följött a csárt, ez egy ellenállási szint, vagy akár ide, ahol sok érintés van, több érintés van, vagy akár a napi tetőre is elmehetünk. Ez természetesen annak kéne történni, hogy a ferde vonal alá többé nem jövünk be, illetve nem is érintjük meg, és a stop loss nem aktiválódik. Igazából lehet, hogy a csúszó stop rossz ötlet volt, lehet, hogy ilyenkor célszerűbb nullába húzni egy stopot, és kitörölni a csúszó stopot, vagy pedig tágítani. Tágítást azt pedig úgy lehet csinálni, hogy beírjátok, hogy mondjuk 30 pontra kövesse. Péntek van, péntek este van. Korán sem biztos, hogy nagy rallit látunk egy ekkora emelkedés követően a végén, de így már ez a pozíció be van biztosítva. Nézzük meg a többi pozíciót. Például van nekünk egy 16 óra 35-kor nyitott Dow Jones pozíciónk. 16 óra 35 az itt van. Ki az, aki meg tudja mondani, hogy mi volt a pozíciónak a nyitásának az oka? Ugye ilyenkor én ezt láttam. Hát egyrészt, én most törlök mindent, itt be lehetett volna húzni az emelkedő trend definíciója, emelkedő aljakat így, ami azt jelenti, hogy ha ennek a közelítésénél fordul a csárt és elindul fölfele, akkor akár lehet long pozíciót is nyitni, vagy pedig akik szeretnek skalpolni, meredek gyertyatetőkhöz húzott vonal is, a vonal törése valahol itt jelentheti a belépőt long irányba, és akkor az volt a tervem, gondolom én, akár ideig el is jöhet a csárt. Ha itt belépsz, ugye követed az emelkedő trendet, akkor itt illik parciálisan zárni, mert látható, hogy itt van a stop loss, hogyha egy-egy arányban, vagy egy-másfél arányban elmegy a csárt, akkor sejthető, hogy célszerű mondjuk a pozíció kétharmadát, vagy háromnegyedét, vagy 70%-át zárni, tehát amikor zsebre teszek 7 dollárt, és itt már csak 3-at tudok bukni, az jobb állapot, mint hogyha várom a csodát, de ezt csak azért csinálom így, mert olyan körülmények vannak a tőzsdén, kamatemelések, ukrajnai konfliktus, stb., hogy bármikor gyakorlatilag több száz vagy akár 1000 pontos esés is lehet, és én azért gondolom, hogy jobb, ha be vagyunk biztosítva. Aki skalpos, ilyenkor megint húz egy emelkedő trendvonalat az aljakhoz, és amikor ez törik, akkor kiszállt a pozíció egészéből, ugye gyors belépő, gyors kiszálló, én mindig a részleges kiszállónak vagyok a híve, ha pedig én itt most nem skalpos voltam, csak a pozíció első részletével, akkor a többit day trade-be meghagyhatom. Tehát egy skalper itt száll ki, a day trader pedig azt mondja, hogy idáig eljött az árfolyam, lezár belőle mondjuk még 0,10-et, hogyha mondjuk egy lottan nyitotta, vagy 0,20-at. És ilyenkor várni, várni, várni.
Emelkedő trendben milyen alakzatok szoktak bejönni? Ugye tipikusan például a dupla aljak, ez itt egy dupla V, aminél vagy itt kell belépni, vagy pedig már a második aljnál, valahol ebbe a gyertyába, illetve amit még itt fel lehet fedezni, az pedig egy olyan válfejvel alakzat, lerajzolom nektek, ami elmarad. Tehát ez itt a válla, ez itt a feje, ez itt a másik válla, és a nyakvonalat nem töri le, vagy ha le is töri egy picikét, utána egyből fordul, és egy olyan emberkét látok, aki mint hogyha jelenkezne, vagy megvakarná a fejét. Ezen a ponton, aki belép, az elég nagy valószínűséggel lezárhatja a pozíciójának egy részét a fejtető környékén, ahol valószínűleg a sortosok stopjai vannak. Ez csak egy ilyen skalp szokásos dolog, amit nem sok mindenki alkalmaz, de ettől függetlenül én most ezt így elmondtam nektek. Nézzük, hogy hogyan tovább. Emelkedő trendben a fordító alakzatok, tehát válfejvel, illetve dupla top rendre elmaradhatnak. Ennek a dupla topnak, M betűnek az alja, az a nyakvonal alatti fals letörés volt, berajzolom nektek, és a nyakvonal alatti fals letörés adott egy jelzést arra vonatkozóan, hogy akár folytatódhat is a trend, itt, innentől húzom a trendvonalat, és így el is indult a csártunk szépen fölfele. Mindjárt rámegyünk az élő piacra, mert látom, hogy emelkedünk. És eddig lehetett volna tartani a pozíciót. Gyakorlatilag ez egy gyönyörű szép day trade lett volna, aminek az első része skalp volt, de hogyha ebbe a dupla aljba trédeltek bele, vagy ebbe a picike kis fals letörésbe, ebbe a gyertyába, a fals letörés alatti színnél a profi skalperek ide rakják nagyjából a stopjukat. Na nézzük az élő piacot, mert az izgalmasabb. Ugye van nekünk itt egy durván 30 pontos csúszóstoppunk. Én itt most azt csinálom, hogy megbízás módosítása vagy törlése gombbal lezárok ebből egy 0-10-es, tehát lefelezem a pozíciót, és ilyenkor újra fel kell tenni a csúszóstoppot, de most már nem 30-ast fogok rakni, hanem rakunk egy gyorsabbat, egy 15-öst, ami 1500 ennél a beállításnál az MT4-ben. És itt innentől kezdve ez a pozíció le van védve. Egy emlékeztetőül mutatom, hogy itt mi történt. Bitcoinnal, Ethereummal nem szoktam trédelni, de ettől függetlenül ezen a demo számlán nyitottam egy-két pozíciót. Senkinek nem javaslom ezt. Jelen piaci környezetben pláne, és amúgy is szerintem vannak olyan instrumentumok, amikkel jobban, pörgősebben lehet kereskedni, hogy valaki daytrader vagy scalper akar lenni. Inkább az indexekkel, esetleg euró-dollárral, esetleg egy-két részvénnyel célszerű foglalkozni ezen a piacon. Ugyanis szerintem nem sokan vannak, akik a bitcoinról meg tudják mondani a következő egy vagy kettő évben, hogy a célár az éppen fele ennyi, vagy dupla ennyi, vagy ki tudja, hogy mennyi. Ezen piacon, ahol látjátok, hogy az infláció tombol, fogalmazzunk így, gyakran jó befektetési lehetőségek vannak a részvények, illetve az indexek piacán. Az indexek piacán egyébként valamikor short irányban is rengeteg lehetőség van. A részvények shortját, én részvény CFD shortját senkinek nem javaslom, de ettől függetlenül ott is szerencsét lehet próbálni. Illetve aki skalpon, hogy daytraden akar, az aranyola is szintén lehet alkalmas, de a közhiedelemmel ellentétben ez a válság nem hozta el egyelőre, és valószínűleg nem is fogja még egy darabig az arany emelkedését. Az olajét viszont igen. Nos, ez a pozíció lehet, hogy mindjárt kisztoppolódik, nem is időznék el vele, és megnézzük, hogy vajon mit tehetünk még, ugye. Megnézzük a nyitott pozíciókat. 16 óra 35-kor volt nyitva egy pozíció, erre szintén ráteszek egy csúszó stoppot. Itt már csak ezres, mert hát ha megfordul, tehát 10 pontost, hát ha megfordul a csárt. Ha nem fordul meg, akkor emelkedünk. Innentől kezdve ezek a pozíciók meg vannak védve, gyakorlatilag, hogyha ide viszem az egeret, látjátok, hogy ezt a pozíciót 26 dollár, másik pozíció most nem látszódik, de azt is pluszban tudnám zárni, hogyha zárni akarnám. Egyelőre ezzel várunk. A hosszabb
pozíció, ugye ez itt a day trade, a rövidebb pedig a scalp, és ezen kettő eljárást lehet vegyíteni, én úgy szoktam csinálni, amikor éppen ilyennel foglalkozok. Hangsúlyozom, ezt nem szabad minden nap csinálni, és nem szabad napi 10 kötést csinálni, hanem lehetőleg mértékkel, hogy minden egyes elindított trade lehetőleg scalpos belépővel indul, és vagy átalakul day trade-dé, vagy adott esetben, hogyha mákon van, akár másnapra is át tudom vinni, vagy kiütik a stoppot, és jelen piaci környezetben, meg már elég régóta én mindig parciálisan zárok, legyen szó akár részvényről, akár indexekről. Ez nem követendő példa, de én ezt egyelőre így fogom alkalmazni a jövőben is, ha csak nem jön el majd újra a bika piac. De ettől függetlenül szerintem itt és most nem nagyon szabad nagy lotokkal kereskedni. Minden új stratégiát, day trade, swing trade, hosszú távú trade próbáljátok meg vonalakkal elemezni, szinteket rajzolni, hogy látjátok a képen, és próbáljátok meg úgy kereskedni, hogy picike mennyiségekkel, nem idén kell meggazdagodni, idén túlélni kell, és ha valaki még hozamot is tud termelni, éves szinten, negyedéves szinten, havi szinten, vagy akár ennél gyakoribb idő síkon, akkor én azt gondolom, hogy az nem egy rossz történet. Picikét hasonló a piac arra a korszakra, mint amikor a Covid tombolt, de azért nem annyira hektikus, és van egy jó hír, hogy per pillanat úgy néz ki a történet, órás idősíkon elkezdődött egy elég komoly emelkedés. Kreatív emberkéknek mondom, hogy ez lehet egy fordított válfejvál, amiből ez kiindult, és itt van egy esőtrend törése. Így, ahogy rajzoltam. H4-es idősíkon, akár innen is úszhattam volna ezt, és az egész egy fals letörésből indult ki. Ez egy ilyen fordító gyertyaszerűség, nem pont olyan, mint ami a tankönyvekben van, de megadta a jelzést arra vonatkozóan, hogy talán egy darabig fellélegezhetünk, és látható, hogy egyelőre ez mondjuk M15-ös idősíkon is per pillanat, de bármikor változhat, ez egy emelkedő trend. Ez nem azt jelenti, hogy ész nélkül kell vásárolni, hanem vagy a korrekciókban, vagy a trend megerősítésekor lehet pozíciókat nyitogatni. Itt és most én azt gondolom, hogy ez a csúszóstop egyelőre jó nekünk. És akkor átnézzünk más csártokra is, az itt a Nasdaq. Látható, hogy van egy picikét felhúzom a csártot. Van itt egy pozíció. A hétvége közelettével ez egy oldalazó piac, én ezt itt most lezárom. Megnézzük, hogy mi volt a pozíció nyitásának az oka. Nem feltétlenül M1-en volt nyitva ez a pozíció, de ha magasabb időségre kapcsolunk, megmutatom nektek, hogy mi volt az oka. Borzasztó egyszerű a történet, ez nálam egy zászló alakzat, bár picit fura, lekicsinyítem. Ez itt az árbóc, ez egy hosszúra nyúlt lobogó, és itt van egy kitörés, egy visszateszt, és indulunk fölfele. Úgy, ahogy a tankönyv mellé van írva, nagyjából az árbóc méretét föl lehet mérni. Ezt itt már teljesítettük is, nagyon gondolom, hogy nagyjából ennél többet nem is kell ezzel a pozícióval keresni. Nézzük meg, hogy mit tudunk tenni még a többivel. Szintén van egy Nasdaq pozíció, ezt most én le fogom felezni. Ha bármi kérdés van, nyugodtan mondjátok. Nem biztos, hogy annyira pörgős lesz most a mai előadás, mert a nagy események sajnos pont az előadás előtt történtek. De látható, hogy gyakorlatilag ugyanolyan típusú belépőkkel dolgoztam. Ez egy hosszabb távú day trade volt, talán még óráson is látható, hogy ez egy zászló alakzat. Azért is illik lezárni, nem csak azért, mert péntek van, vagy legalább csökkenteni. Hétvégén lehetnek bármilyen olyan események, Oroszország, Ukrajna, olajembargó, bármi, ami érdekes lehet tőzsde szempontból, és hát egy ellenállás környékén vagyunk, nem tudjuk, hogy mi fog történni, bármennyire is pozitív szeretnék lenni, ezeket a pozíciókat hétvégén csökkenteni kell, vagy le kell zárni egy mozdulattal. Most azért fogok meghagyni Nasdaqot, hogy a jövő heti webináriumon legyen Nasdaqunk,
És adok nektek egy másik pozíciót, ebből most le fogok zárni. Szintén 0,1-et, ez egy mélyebb árfolyamról van. Megnézzük, hogy mi is volt ott lejjebb. Ez ugye a hosszabb távú trade, mert a mai eladás az arról szól, hogy én végigdemoztam nektek egy napot, pontosabban egy hetet, és látható, hogy itt bizony vannak hosszabb távú trade-ek is. Ez nem ennyire álomszép, igaz, hogy szűk stopja van, látjátok, hogy 12 dollár bukhatok, ugye 100-at nyerhettem, ez egy csodálatos risk reward. Ennek a pozíciónak a nyitásának az oka az én általam alkalmazott, nem csak én általam, sokak által alkalmazott Fede trendvonal lehet. Ha idehúztok egy Fede trendvonalat, picit pontatlan, innen volt indítva, akkor látható, hogy elindultunk lefele, azaz csökkenő aljakat kell látni, illetve csökkenő tetőket. Ha ezt trendcsatornának nem is nevezhetjük, amikor az alsó részt érinti, itt ezen a ponton, ez egy H1-es csárt, M1, M5, M15-ön van keresni voltok long pozíciók felvételére, és itt ez úgy jött ki, hogy láttam, szerencsém is volt természetesen, szokott, láttam azt, hogy ez itt egy ilyen furcsa dupla aj, és ha már ennek a furcsa dupla ajnak kiütik a stopját, ami valószínűleg sok tradernél itt volt, legalább visszatesztelhetjük ezt a szintet, ahol volt a W alatti támasz, ami ugye itt is volt egy W. Ha meg ez a zöld gyertya átviszi, akkor nem az egész pozíciót zárom, mert fals letörés lett, hanem parciálisan. Ha meg esetleg akkora mákom, hogy még ezt is átviszi, akkor elképzelhető, hogy azon shortok stopjaiért, akik ugye nagyon pessimisták, és itt van a stopjuk, és itt még nem voltak hajlandók lezárni, mert azt hitték, hogy világösszeomlás lesz, mert ők tévedtek, ebből a szempontból szerencsére, ott bizony most baj lehet, mert ők most stoppolódnak ki. Tehát ez egy ilyen hosszú távú trade volt. Ha megnézitek, bizony, 1000 pont környéki trade az nem annyira rossz szerintem ezen instrumentumon, és azért hagyok meg 0,2-t, ha nem lesz hétvégén összeomlás, illetve hétfőn nem lesz hatalmas gap lefele, akkor ezt a pozíciót én, mint hosszabb távú trade át fogom vinni. Megmondom nektek miért. Ő itt a H4-es idősík. Ellenállási színnél vagyunk. Ha átvisszük, jöhetünk föl ide. Ha átvisszük, jöhetünk föl ide. Ha átvisszük, jöhetünk föl ide. És végül jöhetünk föl ide is. Ebben én per pillanat még nem hiszek, de mivel parciálisan zárt pozícióról, tehát money management-tel egybekötött pozícióról van szó, illetve mintha véget érne ez az eső trend, adjuk meg az esélyt. Ha még magasabb idősíkra mentek, itt most törlök mindent, nem zárom ki, hogy ez egy dupla aj. Most vagyunk a nyakvonalánál. Ez egy napi csárt. Lehet, hogy nem lesz ebből semmi, de lehet, hogy igen. Aki olyan szerencsés, mint én ezen a demószámlán, sajnos csak demo, az bizony elképzelhető, hogy még tartaná ezt a pozíciót. Ezért jó a magasabb idősíkú elemzés. Ha a technikai elemzéssel foglalkozunk, nyilván akkor is kell foglalkozni a hírekkel, meg olvasunk rossz és jó híreket. Itt most, aki long piacot vizionált és megmerte tartani a pozíció egy részét 500 pontig vagy 1000-ig, az vagy vakmerő volt, vagy buta volt, vagy bátor volt, nem tudom, vagy csak szerencsés. Döntsétek el. Ez volt a Nasdaq. Megnézzük gyorsan, mi történt azóta a Dow Jones-szal. Nagyjából semmi. Ugye itt nekem ez lenne itt a céláram, a napi csúcs. És most a játék kedvéért, engem nem érdekel ez a picike kis lebegő, a játék kedvéért én most visszahúzom a stopot, miután kitöröltem a csúszót. Tekintsetek el ettől, tehát most én, hogyha lezárnám, 4 dollárt nyernék, engem ez most nem hat meg. Visszahúzom a stopot ide nullába, és nézzük meg, hogy nyerünk az eladás végéig 7 dollárt. Nem egy nagy különbség, igazság szerint péntek este ezt le kellett volna zárni. Megnézzük gyorsan a DAX-ot. DAX-nál van nekünk egy 0-20-as pozink. Jobb klik, lefelezzük,
Ha elméleti kérdés van, bármi, nyugodtan írjátok meg, nem arról szól, hogy én trédelgetek, ti megnézitek, hanem ki mit szeretne hallani. Mi a DAX-nál volt egy belépő, nem a legszebb belépő, de ha megnézitek magasabb idősíkon, ugye hosszabb távú day trade, ez nem más, mint egy trend, így rajzolom, és hogy elkezdjük közelíteni a trendvonalat, akkor én ezt meg szoktam venni. És a stop általában ott van, hogyha a trendvonal törik. Ha megnézzük a magasabb idősíkokat, lesznek most a pozíciók is, ne izguljatok. Ha megnézitek a magasabb idősíkokat, látható, hogy azért ez egy egyértelmű emelkedő trend, no comment. Egyértelmű emelkedő trendet hogyan lehet letrédelni magasabb idősíkon? Relatív egyszerű. Ereszkedő trendvonal behúz, keresni egy fals letörést, egy meredek trendvonal töréssel, ez az egyik. A másik pedig az, hogy keresni olyan alakzatokat, amik esetleg adhatnak belépőt jelen esetben long irányba. Én itt ezt fordított válfejválnak látom, ez lehet egy jó long belépő. Aki a shortokat keresi, annak itt a párja egyébként. Megpróbálom úgy rajzolni, hogy ne csúszson a stop loss, tehát ez egy válfejvál. Ha a válfejvál az emelkedő trendvonal törésével párosul, akkor érvényes. És ez nagyjából így is történt. Amikor már van több aljatok, én azt szoktam csinálni, hogy a kitörési pont vagy a fals letörési ponttól egy lapos trendvonalat indítok, és amíg fölötte vagyunk, csak nagyon picik alatokkal szádogálok kifele, aztán megnézzük, hogy mi lesz ebből a későbbiekben. Napi idősík. Törlök mindent. Mintha, de ugye nem merek így fogalmazni, senkinek nem szeretnék befektetést tanácsot adni, pláne nem longra buzdítani ilyen környezetben, mintha ez a vonal megtört volna. De ne feledjük el, hogy mintha véget érne a pénzpumpa, kamatemelések lennének, lehet, hogy csak egy visszatesztet fogunk látni, lehet, hogy egy hatalmas dupla kialakul, akár mondjuk magasabb idősíkon, hetin, csak találgatunk, de amikor a heti dupla top volt trendvonaltöréssel, akkor jöttünk egy gigantikusat lefele. Most heti dupla aj van trendvonaltöréssel. Nem mondom, hogy nagyon nagyot fogunk menni, mert már nagyon nagyot mentünk, de ebben a trend irányban lehetett jó scalp, day trade, illetve swing trade és hosszabb távú trade-eket keresni, és részvénypozíciókat is lehetett gyönyörű szépeket nézegetni. Mindjárt erre is kitérünk. Oldal az a DAX. Azt mondom nektek erre, hogy egyelőre nem birizgáljuk. Mondjuk van itt egy reggeli DAX, ha én ezt most lezárom nektek, abban olyan nagy baj nem lehet. Megnézzük, hogy mi volt a belépő oka. A belépő oka, semmi nagy trükk ebben az egészben nincs. Azt szoktam csinálni, hogyha látok egy fals letörést, akkor onnan, ettől a síktól, tehát ebből a vonalkából indul majd ki a ferde vonalam, nem innen, hanem onnan, ahol már fölötte vagyunk, és minél laposabbat húzok, mert ha innen indulna ki, akkor én meredekebbet húznék. Ez a belépő pontom, az volt a céláram, hogy a dupla top tetejéig a tisztelt shortos kollégák stopjáért eljöjjön a csárt. El is jött. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogyha day trader vagy, lapos trendvonalakat kell húzogatni, ha scalper vagy, akkor meredek trendvonalakat kell húzogatni. Day tradereknél a fals letörés, ez a picike kis dolog itt a piros vonalka alatt, amikor visszatérünk, egy nagyon fontos belépő lehet, de ebbe már korábban be lehet lépni, hát én akkor lehet, hogy nem a chartot néztem éppen még. Nem tudom, mit csináltam, bár korán keltem ma. És akkor ez is egy belépő lehetett volna. Mint érdekesség, amikor már az esőtrend véget ér, akkor ilyen furcsa dolgok történnek, mint például elmaradó dupla top. Bejövünk a nyakvonal alá egy pillanatra, visszafordulunk, megyünk fölfele.
vagy aki emelkedő trendben dupla aljakat szeret kötni, vagy fordított válfejvállakat. Ez itt egy dupla alj például. A countertrend vonalak törése is jó belépő lehetőség. Countertrend vonalat azt én úgy fogalmazom meg, hogy ha emelkedő trend van, akkor keresek ereszkedő tetőket, ez itt a countertrend vonal, lehet, hogy nem jó definíció, és itt belépek, célár valamelyik szint, vagy ez, vagy ez, vagy ez itt fent. Ha meg már ugye emelkedő trend van, a legelején itt elmaradt egy dupla topszerűség, és itt is el fog maradni egy dupla topszerűség. Csak ez egy picit trükkösebb, a nyakvona alatt lett a csárt, majd hirtelen fölé került, egyébként itt kialakult egy dupla alj, meg itt is. Ennél a dupla topnál embedőnél is bejöttünk a nyakvonal alá, és akkor elindulunk fölfele, de akár countertrend vonalat is lehet húzni, akkor ezek itt jó long belépők, egészen addig a pontig, amíg az újonnan kialakult emelkedő trendvonal, itt is meg fogok laposat húzni, innen fogom indítani, amíg e fölött vagyunk, addig baj nem lehet, és parciálisan zárogatni kell. Először felett, kétharmadot, háromnegyedet, ha meg alá kerülünk, akkor akár az összeset lehet zárni, vagy aki nagyon sokat már lezárt, most ha 0-1 fut, akkor gondolom az nem egy nagy extrém kockázat. De látjátok, hogy ez a vonal, amikor törik, az akár jól lehet egy short belépőre, egészen egy másik vonalig. Ezek lehetnek vízszintes vonalak is, illetve lehetnek ferde vonalak is. Itt most ez a vízszintes célár nem jött be, viszont ez bejött. Ha célárakat mondanak nektek elemzők, vagy bárki, vagy csak magatoknak rajzolgattok, legyen az a szabályatok, hogy célár 10-ből 9-szer nem teljesül, és a célár előtt egy centivel, milliméterekkel már ne sok legyen a pozícióval, nagyobb részt parciálisan zárni, mert ez egy nagyon kirázós piac. Itt most, akik mondjuk ennél a dupla topnál azt hitték, hogy lemegyünk a mélységbe, azok tévedtek, ők is tévedtek, de mondjuk szinte mindenki, hogy ezért is van az, hogy magas a vesztesek aránya a volatilis piacokon. Majd trendelő nap volt, relatíve könnyű volt felismerni, itt volt egy újabb dupla alj, és bizony lehetett volna ezekkel a szimpla egyszerű lagzatokkal, szűk stoppokkal, picikelotokkal, első körben demo környezetben akár sikerélményeket gyűjtögetni. És most ugye itt tartunk, a DAX az szerintem elköszön tőlünk most, és én ezért azt is csinálom, hogy a pozíciók közül még ezt a DAX-ot is lezárom, és ezt is. Nézzük meg ezt a 14 óra valányos DAX-ot, hogy itt ennek mi volt az oka. Ugye ez volt ez, de ebbe a dupla jövő is be lehetett volna lépni. Ha skalpoltok és a dupla jövőbe léptek be, itt valahol a nyakvonal áttörésénél már kétharmad kidobva, itt megint egy 0-1-et lezártok, és valahol a többit majd egyszer. Körülbelül így is lehet kereskedni. Na nézzük, mink van még. Van egy reggeli DAX-unk. Nézzük meg, hogy az miért volt. Itt ugye az történt, amit mondtam nektek, kedvenc belépőm fals letörés. Fals letörés megtörtént, ebbe a gyertyába kellett volna belevenni, cikét el, szórakoztam a dolgot, de nagyjából nem volt rossz, ez egy day trade belépő. Ez, ha mondjuk itt shortolsz, ez skal belépő, trenddel szemben ráadásul, pár pontra, ez is egy skal belépő, és a többi, és a többi. Tehát ennyit a DAX-ról egyelőre. Megnézzük, még van-e DAX. És ha van, ez egy régi DAX. Mondjuk ezt is lefelezem nektek a kedvetekért. Megnézzük, hogy mi volt a belépő oka. Ez egy hosszabb távú trade, mint ahogy látjátok a dátumból. M15-ös chartra fogom ráhúzni. Ezt itt be is csukjuk. Hát késői belépő, de hogyha M15-öt nézzük, akkor itt bizony volt egy fals letöréses dupla alj.
És az eredményt azt láttátok. Ez az utolsó előtti részlete volt, már csak egy picike pozíció van ebből. Ha ugyanezt megnézzük M5-ön, már ha megjegyeztem volna a dátumot, igazából M5-ön később lett volna jó belépő, egy picivel ez a gyertya lett volna jó belépő. Ha megnézzük M1-en, hogy ott mi történt. Itt volt egy picike duplaj, ez önmagában csak szerencse volt, mert valószínűleg nekem nem itt volt a stoppom, hanem egy korábbi völgy alatt, hogy pedig nem ezen az idősíkon léptem be, erre én most nem emlékszem. Na most akkor terminál menni újra, minden törlünk, és nézegetjük a többi pozíciót, hogy van-e még mit keresnünk itt. Van nekünk egy lebegő bitcoin, amit senkinek nem ajánlok. Én itt azt mondom, bár hétvégén is megy a történet, én ettől most elköszönök, amúgy sem szeretem ezt a terméket. Egyértelmű esőtrend van, no comment. Ha én elmondanám a céláramat, amit nem tehetek meg, akkor szerintem sok hodler nem annyira kedvelni az én céláramat, de inkább legyen nekik igazuk. Aztán nézzük a következő termékeket. Mondjuk, ezt átkapcsolom rács nélkülire. Rácsot sem szeretem, és ha nézzünk eurodollárt. Eurodollár, ez egy hosszú pozíció. Lezárok belőle a hétvége miatt 0,03-at, mondjuk a felét. Nem tudom, hogy tetszik-e ez a fajta típusú dolog, amit most én itt csinálgatok. Itt egy dupla high trade. Van, amikor a dupla hajnál nem a ferde vonalnál lépek be, hanem a második hajnál. Ez is ilyen skalpos trükk. Tehát van, aki itt lép be, ez se rossz. Én most itt léptem be. Megnézzük ugyanezt M15-ön. Tehát ez itt a dupla egyik alja, én meg a másik alján be is léptem. Úgy, ahogy néha szoktam. Miért csinálom ezt szerintetek? Borzasztó egyszerű történet. Risk-reward kockázat hozam. Minél lejjebb lépve a dupla ajba, annál nagyobb esélyed van, hogy jó lesz a kockázat hozam arányod. Ha pedig valaki ezt még ide berajzolta volna, őszintén belépett volna itt ebbe az érintésbe. Megnézzük ugyanezt M5-be. Látható, hogy amikor ez az érintés megtörtént, akkor beléptem. Majd M1-be. Torz dupla V, látjátok? Ez a picike. És ott a belépő. Szűk stoppal, parciálisan zárva, a többi pedig futott day trade-be, majd swing trade-be. Ez a nagyon nagy mák kategória. Ilyen is kell néha. Nézzük az ausztrál dollárt, hogy ő vele mi a helyzet. Van egy ilyen 007-es pozíciónk, itt és most behúzom a stopot a nullás szint fölé, most lezárok belőle 003-at, így megyünk neki a hétvégének, ki tudja mi lesz itt hétvégén, meg ugye a dollár az sokáig erős volt, most ugye mintha fordulna. Itt is a második W második alja van megkötve, H1-en. Ha megnézzük M15-ön, ez sem egy nagy dolog. Mindig ferde vonalakba gondolkodjatok. Ha én valahol belépek, 10-ből 9-szer ferde vonal közelítés, ferde vonal érintés, ferde vonalról pattanás, ferde vonal áttörése van. És pont. Megnézzük M1-en. Lehet, hogy nem volt M1-es belépő. Hát nem. Korai belépő volt ráadásul. Aki M1-en akart volna belépni, de nem minden trade skalp, mert az előadás kedvéért én kötöttem hosszabb távú trédeket is. Mindenki azt mondja, hogy ha sokan azt mondtátok, mindig csak skalpolunk, hát nem. Nem mindig fogunk skalpolni.
Itt is lezárunk egy 0,2-est. Megnézzük, H1-en az miért volt. Hát megint a dupla aljnak a második alja van megvéve. Ez is lehet egy olyan trükk, amit lehet alkalmazni. Egyéb iránt nem is zártuk annyira rossz helyen, mert közelítünk egy ellenállást, plusz ugye itt van a hétvége. Ha ezt megnézzük H4-en, az ellenállásról mellé is fordultunk. Egyéb iránt itt is lehetett volna egy fals letöréses, ferde vonal töréses belépő egy picivel korábban, vagy ezt lehetne fordított válfejválnak nézni. Én erről beszéltem valamelyik webináriumon talán, de lehet, hogy nem annyira. Nézzük az M15-öst. Ezen nem látszódik már annyira a dolog. Megnézzük az M1-et, hát ha volt valami speciális oka is. M1-en is ott vagyunk a W második aljánál. Tehát, hogyha valakinek késő a nyakvonali belépő, vagy a fertevonalas belépő, az megkockáztathatja azt, hogyha lehet kirajzolni egy dupla aljat, még ezt a zöld gyertyát nem látjátok, itt azonnal nyomod a gombot. Pár ponttal jobb lesz a történet, ugye a devizáknál van spread is, általában nagyobb, mint mondjuk egy indexnél, tehát itt alapvetően ez nem volt egy rossz belépő annyira. Menjünk vissza a trade ablakba. Nézzük, hogy az Ausztrál Indexen miért kötöttem. Ez egy nagyon jó kérdés, lezárunk vele 0,10-et. Hoppá. Eltaktikáztam. Én de nálam ez egyrészt egy fals letörés, másrészt kisebb idősíkon lehet, hogy lesz egy dupla V ott. Látjátok? Ez itt egy dupla aj. Ez itt késői belépő. Illetve megnézzük mondjuk M5-ön. Hát M5-ön gyakorlatilag ez egy ferde vonal áttörés. Az a lényeg, hogy minden egyes belépőnél lehetőleg legyen egy szűk stop. Nagyjából ennyi. Akkor vissza a többi dologra. Ez már egy hálás dolog, amikor hétvégén kell a pozíciókat kidobálni, és majdnem mindegyik pluszban. Ez lesz a kedvencem. Dow Jones. Picikét megtisztítjuk a terepet a Dow Jones-tól. Látom, hogy nagyon sok van. És itt egy-kettőt én most lezárok a maiakat. Az utolsót azt nem. És akkor nézzük a számla történetet, csak a mait. Hát ez egy korai vétel volt, nem a legszebb dolog, de jó helyen volt a stoppom. MAC kategória. Itt egy sima tankönyvi példa. Mutatom. Szint, kitörés, visszateszt. Szint alatti stoppal. Ha ez fals kitörés lett volna, bejövünk a szint alá, akkor nyomom a shortot, és itt vagyunk a tetején stoppal, és ez az első célár, meg utána mehetünk még lejjebb. Kitörés, visszateszt, utána megyünk fölfele. Ha már fölfele megyünk, itt elmarad egy dupla top, itt elmaradhat egy válfejvál, látjátok, válfejvál. Nem biztos, hogy elmarad, most nem maradt el. És egy countertrend vonal törést ismét meg lehet trédelni. Mondjuk így. Talán tőzsdenyítás vagy valami hír környéke lehetett. Aztán megnézzük, hogy mi a helyzet a mostani Dow Jones-unkkal. Egy milliméterre voltunk a célártól, hát ez az én formám. Ha kidobom, akkor lehet, hogy teljesül utána, majd figyeljétek meg. Tehát itt most muszáj zárogatni. És a Nasdaqból is egy párat lezárogatunk. Először ezt. És megnézzük, hogy mi volt ennek az oka. Hétvégén mindig
akár tetszik, akár nem, a legalsó pozíciókat illik meg tartani. Itt egy gyönyörű szépen elhelyezett stoppot láthatunk. Nagyjából ez volt egy kulcs szint, látjátok itt, és oda volt elhelyezve a stop. Mi ez? Kitörés, közeledik a visszateszt, valahol itt vagy azt követően beköttök egyet szűk stoppal. Ha fals kitöréssel alakul, pozíciófordítás, lehet, hogy mehet a short. Ezek ilyen day trade belépők, tehát alapvetően a scalp belépők, amiket tőlem szoktatok látni, azok nem ilyenek, de ezeket akár lehet gyakorolni demo számlán első körben. Na most akkor nézzük, hogy milyen dolgunk van még. Van egy 10-19-es Nasdaq, azt most csak lezárom. És van egy tegnapi 16-30-as Nasdaq, azt is lezárom. És csak a régi pozikat hagyom, és azokat még lehet, hogy csökkentem. Devizapiac lecsökkentve nagyjából. Ezek nagyon picike pozik, szerintem ezeket hagyni fogom. És akkor nézzük, hogy ennek a belépőnek mi volt az oka. Amikor azt látjátok, hogy van egy belépő a semmibe, mindig ferde vonalat keressetek. Egyes ferde vonal itt van. Ezt én úgy hívom, meg sokan így hívják, hogy trendcsatorna kereskedés. Trendcsatorna alja meg van véve, ide van betéve a stop. Hogy miért van oda betéve a stop? Ide viszont vízszintes vonalakat illik keresni. Ez volt egy szint, ráadásul ez egy furcsa W volt, nevezzük annak, mindegy. Kitörés visszateszt után elindultunk fölfele, és utána jött megint egy visszateszt, trendcsatorna alját megfogtam, ide tettem a stoppot, hát ha ez az egész nagy krumpli egy fals kitörés lesz, és recsenünk lefele. Parciálisan zártam a csatorna tetőn, 2.3-3-et, utána beraktam a következő célárakat. Ez a szint, meg mondjuk még egy célár, ez a szint, meg ez, és a maradékot, azt a picike kis maradékot, 0.10-et, azt meghagytam a day trade-et követően swing trade-be. Nagyon hamar elérte a célárat, és ilyenkor meg tudod tenni azt, hogy gyakorlatilag akár több száz pontot is mehet az irányadba a trend. Mivel nem tudod, hogy emelkedő trend van, pláne ilyen környezetben, ami a szomszédunkban zajlik, illetve ami a Fednél zajlik, ezért parciális zárás. Összegezvén, láttátok, hogy devizapiacon is lehet skalpolni daytradelni, mindjárt mutogatok példákat. Mennyi mindent megígértem, lehet, hogy nem mindenre tudok sort keríteni. Látjátok, hogy lehet daytradelni. Daytrade egyik belépője a fals kitörés, vagy a kitörés visszatesztet követő trend folytatólagosság, vagy a trend csatorna kereskedés. Csatorna aljon veszel, ez most szűk csatorna, nem jó példa, csatorna tetőn parciálisan zársz, és mehet a dolog. Na mondjuk akkor nézzük meg azt, hogy az euró-dollár mit csinált ma, és hogy hogyan lehetett volna kereskedni jelen piacon. Hát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez egy dupla top, akkor innen lehetett volna shortolni, de ha valaki látja magasabb idősíkon az euró-dollár irányát, vagy éppen long fordító alakzatokat, vagy trendvonaltöréseket keres, esetleg ezt a fordított válfejvált meg lehetett volna kötni. Picike kis eséllyel följöttünk a letörési szintig, és a dupla top stopjáig. Ez egy day trade. Az első szakasz, ahol itt belépsz, az lehet scalp is, de látható, hogy ez egy day trade. Itt lehet, hogy a dupla top miatt megijedtem volna, és lezártam volna mindet, vagy legalább a kétharmadát, de ha nem vagyok annyira ijedős, akkor elfelejtettem, hogy van nekem egy tollam, amíg fölötte vagyunk, csak parciális zárások. És itt akár tetszik, akár nem, dobni kell a pozíciót. Nagyon sok sortos azt hiszi, hogy vagy lejövünk ide, vagy lejövünk ide. Ez rendben van. Ha én itt shortot nyitottam volna, amit ritkán szoktam, akkor itt nyitottam volna, meg és itt zártam a parciálisan a vonal közelítésénél, de ha itt nyitom a shortot, itt már ki lenne dobva a kétharmada, mert ezekben a célárakban én úgy hiszek, lehet, hogy lejövünk a fejvál, fordott fejvál stopjaiért, de ott már csak picikel ottal mennék bele a játékba,
mert van egy olyan verzióm, hogy itt egy esőtrend beindul, és az véget ér, akkor újra fel fogunk jönni a dupla top tetejéig. Itt most az történt, hogy átvittük ezt a vonalat, nyitnám a longot, vagy tévedek, vagy nem, vagy kisztoppolódok, vagy nem. Stop az a fej, a fordított válfej alatt van. Itt beléptem. Még picit várok, talán, hogyha följövünk a letörési pontig, akkor itt lenne egy parciális zárás. Most. Mondjuk, hogyha 0-3-mal vettem bele, akkor 0-2 kidobva. A többit tartanám piros, a kék, meg a piros vonalig, ha csak nem törik le az emelkedő kék trend. Ugye ez most aktuális lenne. Nézzük meg, hogy hosszabb távú trader mit csinál. Ez itt egy duplaj, megnyom a gombot, tartom napokig, stb. Nézzük azt, hogy milyen trükkök vannak. Hosszú távú chart emelkedés van. Van egy dupla top, ahol nagyon sok szignálszolgáltató azt mondja, hogy shortoljunk szépen. Én viszont azt mondom, hogy ha a dupla top nyakvonala alatt emelkedő trend esetén kialakul egy fals letörés, itt már meg is vettem a terméket, itt van a stopja, dupla top tetején, ahol a shortosok stopja van, zárom a kétharmadát, a többi pedig hadd fusson, keresek egy olyan vonalat, ami jó kiszálló lehet nekem a longból egyszer csak. De itt már valószínűleg nagy részből kiszálltam, még esetleg, hogyha van egy picike, akkor fogom dobni, ha a célárakat elérte, vagy töri a kék vonalat. És most teszteltük vissza ezt a kék vonalat. Azért jó ilyen vonalakat rajzolgatni, mert néha bejön. Megnézzük a DAX-al, mi van. A skalperek már alszanak. Megnézzük, hogy a dóval mi van. Lehet, hogy elérte volna a céláramat, vagy ez nem dó volt. Mindegy. Hozom a formámat. Itt a NASDAQ. Hát akkor ettől is. Hát mondjuk nem. A Dow Jones-ból kidobunk egy felet. Ha dörüljünk. Ez egy nagyon hosszú távú trade. Nézzük, hogy mi történt itt. Azért szerintem, hogyha a 30.700 környékén nyitsz egy Dow Jones-t és 33.000-nél kidobod, az nem annyira rossz dolog. Legalábbis úgy gondolom. Főleg úgy, hogy elég durva világban vagyunk. Az a lényeg, hogyha napközben skalpoz, daytradesz, nem kell minden nap, sőt van, amikor egy-két hétig, hónapig pihenni kell. És van egy-egy olyan belépőd, amiből látod, hogy van esély, hogy egy picik elotot meghagysz, akkor ne az lebegjen a szemed előtt, tökéletes, hogy shortos vagy longos, éppen most 29 dollár lebegőd van, mert van valamennyi a zsebedbe eltéve, akkor ne izguljál szerintem legalábbis. Na nézzünk egy pár dolgot. Ő itt a Bitcoin, távolról sem, egyelőre, sőt szerintem én igyekszem ettől távol maradni. Abszolút első trend, no comment. Ezzel nem azt mondtam, hogy adjátok el féláron, meg azt se, hogy sortoljatok. Nem piszkálnám. Nézzünk részvényesdit. Szerintem ez volt a piac alja? Hát Robi, nehezet kérdezel, mert hogyha mondjuk a két nemzet tőlünk keletre csinál egy olyan dolgot, amire nem számít a piac, akkor bármikor lehet ebből még baj is, de hogyha a koronavírusra visszagondolunk, akkor is minden elemző, meg mindenki azt mondta, hogy itt a világ vége, összeomlunk, és onnan látunk talpra. Lehet, hogy megvolt az alja. Én ilyet nem merek mondani, mert nagyon nagy nevű broker cégek elemzők mondanak összeomlásokat, de én nem szoktam hinni minden hírnek. De nem mondom azt, hogy ez az alja. Bár csak ezt tudnám mondani. Mondjuk nézzetek meg a magyar piacot. Ott azért még voltak érdekességek lefele.
Itt a Pfizer napi csárt. Elmaradó dupla top, látjátok? Itt a W belépővel. A ferde vonal adta volna a belépőt. Azért szoktam ezeket az oltóanyagos cégeket, mondjuk az azért Pfizer jóval több ennél, mint a többi. Meg még van egy-két nagy, de van amelyik csak itt az oltóanyag bizniszből profitált, idézőjelben csak. Tehát itt volt egy tök jó belépő. Megnézzük ezt H4-en. Csak hogy hosszabb idősíkról is beszéljek. A dupla top nyakvonal alatt kialakul egy dupla V alakú falsetörés, aki ebbe itt belevesz, és itt már eladja a kétharmadot, az már boldog, és utána ide föl lehet hozni a dupla alj alól a stoppokat. Ott egy trendcsatornából kitörés fölfele, ott egy hatalmas válfejvel, és ezekről mindről beszéltünk szerintem webinárium idején. Ezeket azért mutogatom meg, mert ha jók a vonalaid, emelkedő trendben elmarad a dupla top, emelkedő trendben elmarad a válfejvel, elmarad 6. Én a gap betöltésre se szoktam játszani, csak hogy mondom ezeket az adalékokat. Ez egy példa. Na mondjuk nézzünk egy olyat, hogy Exxon Mobil. De szép lett a képernyő. Ugye emelkedik az olaj, mint az állat. Hát akkor nem lett volna jó itt venni ilyet, hosszú távon. Mert ugye most sírunk, hogy mennyi, milyen drága a benzin, pedig nekünk még tök jó ez a 480 szerintem. Ha valaki 20 ezer helyett 30-ért tankol havonta, vagy esetleg külföldi országokban 40-ért, vagy még többért. Vett volna egy pár darab Exxon Mobil részvényt, és röhögne az egészen, már ebből a szempontból. Mármint a kiadási szempontból. Az inflációt le lehet győzni tőzsdén. Nem egyszerű játék. Ugye mitől félünk? Egy, félünk attól, hogy van konfliktus keletre. Félünk attól, hogy kamatemelés van, nem tudjuk fizetni a hiteleinket, mert növ a törlesztő. Félünk attól, de hát mondjuk nekünk Magyarországon azért könnyebb egy picit még a dolgunk. Bár mondjuk a fizetések nem annyira jók, mint nyugaton. Én azt gondolom, hogy ha valaki tudatosan gondolkodik a hírekről, megpróbál mögé látni, akkor lehet, hogy lehet az inflációval kezdeni valamit. Ezt mondtam azoknak, akik arannyal kereskednek. Itt volt egy belépő. Nézzétek a dátumot. Itt volt a csúcs. Napi idősi dupla csúcs. Ezeket már lejátszottam százszor, most csak azért mondom, hogy én még mindig annak vagyok a híve, hogy hosszú távú pozíciókat kell fölvenni, mellette nem árt daytrade-be skap, vagy akorolgatni ilyen kisebb pár dolláros trédeket picikelotokkal. Én soha nem emelném meg nagy lotra, mert akkor úgyis elrontanám. És soha nem szabad. Én is hiszek a fordulatban, Robi, de nem merem ezt így elmondani. Mert fogalmam sincs. Tehát ez a piac már megtanított engem arra, hogy sok mindenről fogalmam sincs. Ez itt a Moderna. Akik itt vásároltak Modernát, mert azt hitték, hogy ez lesz az évezet biznisze, figyelmen kívül hagyták ezt a dupla top bocskát. Akik viszont itt vásárolgatnak, lehet, hogy már nem annyira teszik rosszul. Nem tudom, nem befektetési ajánlat, csak mondom. És akkor valószínűleg tök jó hírek voltak, most meg lehet, hogy tök rossz hírek voltak. Miközben lehet, hogy fordul itt egy dupla aljjal, nem tudom megmondani. Egy eső jégből fölfele tört ki, visszatesztelt, elindult fölfele, de pont ellenállásnál van. Ember legyen a talpán, aki megmondja. Maradj otthon, Snapchat. Itt volt a trendvonaltörés, picit el van csúszva, mindegy, higgyétek el, hogy volt egy trendvonaltörés, mondjuk legyen ez. És most itt vagyunk. De megmutathatnám a Netflixet, meg egy csomó mindent. Na nézzük, hogy Johnson & Johnson például. Én itt azt mondtam, lehet, hogy nem nektek, hanem más országban mondtam. Van itt egy dupla alj, alatta van egy fals letörés, ez egy vételi jel. Ugye itt volt egy trendvonaltörés, itt viszont már van egy másik trendvonal. Ha csak ezt a pár dollárt kisebb darabszámokkal, és van egy 1000 részvény, tök mindegy mennyi, ha megfogjátok, az nem egy rossz pénz. Brent. És én inkább a kisebb idősíkok híve vagyok. Ha valaki fél az inflációtól, fals letörés, meredek trendvonal, ha esetleg azt felfedező előtte még egy dupla V-stopját ki is ütötték, piaci szereplők, akkor ez itt egy tök jó belépő. Ha valaki
Egy picike kis Brentet vett, annak nem okozott gondot a tankolás. De hát ugye vannak más termékek is, mert a kaja is drágul. Én nem mondom, hogy ez a megoldás, mert ilyet nem mondok, de minden idősíkon majdnem minden nap van trendirányú belépő, illetve kisebb idősíkokban főleg. Ez itt egy fordított válfejvál például. Ez itt egy picike kis duplaj, ez egy fals letörésecske. Hadd ne soroljam. Aki pedig sortos típus, nem rossz, ha van dupla top, csak legyen mellette trendvonal törés. Ha mondjuk ez itt egy trendvonal, akkor ez itt egy törés. Vagy akár így is lehet húzni. És ha csak napi pár dollár, napi vagy heti vagy havi pár dollárt keresünk, fizetésünk mellé, vagy egyéb jövedelmeink mellé, tehát nem az a célunk, hogy havi 17.420 dollárt keressünk, mert azt picike pénzből úgyse tudjuk megcsinálni folyamatosan, mert el fogunk szállni pszichológiai okok, money management okok, stb. Plusz megfogjuk a kiadásokat, akkor a rövid, közép és hosszú távú kereskedési stratégiák ötvözésével hosszú távon nézve, hogyha ebbe valaki beletesz időt, tehát nem is csak pénzről szól, a tanulási időről, akkor elképzelhető, hogy egy idő után már felismeri a piacnak azokat a dolgait, bár engem is nagyon sokszor elég csúnyán megtréfelt a piac, hogy hogyan lehet itt esetleg ezekből a dolgokból néha gyarapodni. Aki nem hisz az arany emelkedésében, keressen short belépőket, mint ezek a dupla topok itt. Aki hisz benne, long belépő, csak legyen mindig stop, legyen pici alott, és legyen mindig parciális zárás, mert nem tudjuk csapkodó piacon, hogy mi fog történni. Nem csak az M1-ről beszélgetek, más idősíkokról is. Nézzünk egy H1-et például. Ha mondjuk valaki esetleg itt azt gondolta, hogy ez egy vál, fej, vál, és nem arra figyelt, hogy 2000 lesz az arany, mert lőnek, akkor az nyert. Nagyon-nagyon nehéz kitalálni. Szerintem minél magasabb idősíkon vagyunk, annál nehezebb kitalálni a piac mozgásait. De ettől függetlenül láttátok, hogy ma voltak olyan trédjeim, meg az előző héten, ezen a rövid, közép, hosszú táv típusú számlán, ami aránylag már nem csak egy össze-vissza trédelés volt, hanem talán volt benne némi logika. Valaki mondta múltkor a Novavaxot, ugye ő is hatalmasat esett, volt egy válfejvál dupla top. Most nem sláger annyira ez a járvány dolog, de ki tudja, hogy lesz-e még itt másik típusú járvány, vagy nem. Ezeket úgy lehet nézegetni, valamelyikőtök mondta pont a NIO-t, itt volt egy fals letörés, talán a webinárium környéken itt volt az árfolyam, mondtam, hogy a kékig eljöhetünk, de majd ha fölött leszünk, akkor lesz érdekes. Nem tudom, lesz ilyen valaha. Valaki mondta az Nvidia-t, ott ki is alakult a duplaj, be van húzva a vonal. Nem emlékszem, hogy ezek mikor voltak, ne haragudjatok, de látható, hogy közületek is sokan egyre többen szerencsére figyelgetik a csártokat, és tök jó dolgokat vesztek észre. Aztán nézzünk hagyományos részvényeket. McDonald's, mintha mi sem történne. Ugye volt egy válfejvál, estünk, majd hirtelen fordított válfejvállal emelkedtünk, ezeket már elmondtam 800-szor. Azok kedvére, akik nem látták, minden idősíkon lehet találni jó dolgokat. Google. Ki az, aki volt a legutolsó webináriumon? Mindig azt mondtam, hogy óvatos vételeket lehet nyomatni. Lehet, hogy ez egy fals letörés lesz, lehet, hogy a Google-nél mondtam, lehet, hogy nem. Lehet, hogy megközelítjük, hogy áttesszük a kék vonalat. Biztos dumáltam erről, mert magamnak nem rajzolgatok ilyen kék vonalakat, az biztos. És lehet, hogy még idáig is följövünk, vagy még följebb, ki tudja. De mindig, aki itt belép, fals letörésre, itt már a kétharmad kidob, stop ide behúzva, nem mozdítva, és vagy följövünk ide, vagy nem. Ezeket nagyon nehéz kibírni, én se bírnám ki, de a parcializálás segít benne, hogy kibírjam. Van-e kérdés?
Nem rajzolok, tehát van egy kérdés, hogy magamban csak képzeletben vagy vonalakat rajzolgatok, vagy nem. Természetesen van olyan helyzet, amikor rajzolgatok vonalakat. Van, amikor egy telefon nézegetek, van, amikor egy laptopot nézegetek. De itt van például a mai pártréd. Látjátok a képet? Kezdjük itt ezzel, jó? Itt gyakorlatilag volt egy belépő. Az ilyen típusú belépőket én utálom. Horizontális, tehát vízszintes trendvonal kitörése. Részzárás, másik felkisztop összességében bukó. Azonban visszavettem a kisztop után, mert azt gondoltam, hogy a támaszszint működni fog. Működött is, és itt lezártam. Itt azt gondoltam erre a visszacsapó zöld gyertyára, hogy ez a dupla topp el fog maradni, mekkora király lesz, kisztoppolódtam. Viszont ezt a vonalat pont berajzoltam, kitörés visszateszt, mondom, ennek a közöltését meg kéne venni, itt volt alatta a stop, látjátok? Itt már elkezdtem nyeregetni. Itt ismét azt gondoltam, hogy hatalmas emelkedés, elmaradó dupla topp, ide tettem a stopot, egyik fele plusz, ez volt kb. A kétharmados tréd, tehát mondjuk mit tudom, olyan $20 a zsebben, most csak mondtam egy összeget, itt meg mondjuk mínusz 10, de még mindig plusz van. Utána mit fedeztem föl? Nem túl bonyolult dolgot. Azt, hogy ez egy fals leszúrás. Tehát itt konkrétan pont a stoppig jött le a piac. Visszavettem, icike kis elmaradó M, itt lesz a partjai zárás a kék vonalnál. Vagy hamarabb. Kisztoppolódtam. Nem baj. Közeledtünk lefele, visszafordult a gyertya, visszavettem. Részzárás itt, trendcsatorna felső vonal, többit elengedtem. Hát ezt én ilyen dupla V-nek néztem, picikét torz, és itt elkezdtem mindenféle hülyeséget kötni, és ez lett belőle. Szerintem nem lett ez olyan rossz. Nasdaq-kal voltak ugyanilyen dolgok, meg a DAX-szal is. Na most van nekünk még egy pár pozíciónk. Azt akartam ebből kihozni, hogy nagyon sok jel arra mutat, hogy optimizmus van a piacon, bármilyen furcsa. De ha ezt visszanézitek a webináriumot mondjuk szerdán, lehet, hogy már teljesen az ellenkezőt kéne mondani. Most ezek a pozíciók így sikerültek, ez lehet, hogy mák volt. De már láttunk egy csomószor mákot. Nagyon picik elotok ezek, látjátok, hogy milyen pipek meg pontok vannak megfogva. Tehát itt most hosszú távon is lehetett trédelni, amikor csapkodós piac volt, ezelőtt pár héttel, ha néztetek a webináriumot, ott olyanokat mondtam, hogy talán kiráznak a pozícióval egyszer, kétszer, háromszor, és utána nagyot mozdul a piac az irányodba. Akár short, akár long. Most változik a piac, most lassabban zárogatok, most más ritmust éreztem a mai napon. Nagyon-nagyon rákészültem erre a mai webináriumra, ma is kötögettem, de nem úgy, mint ahogy szoktam, hogy 8700 kötés egy webinárium miatt, hanem meg akartam mutatni, hogy hosszú táv, rövid táv, középtáv ugyan működhet. Nem tudom, hogy most ez sikerült-e vagy sem. Kitört a Dow Jones, elment a célára, még türelmetlen. Béna vagyok, ez van. Megnézzük a Nasdaqot, ő is kitört fölfele. Akkor ennek örömére piaci végrehajtás. Zárás. Van-e kérdés? Azt mondja, hogy látjátok a statementet? Hát itt akkor több volt a lebegő, látszik, vagy nem? Csak egy gyors választ kérek. Nem egész nap nyomtam, de azért látjátok, hogy volt egy jó pár trade. Ott voltak a lebegők, megnyitva kisebb lotok.
Ezek ugyanazok szerintem, akkor ennyi volt a nyerő. Össze-vissza skalpok. Nem volt akkor még short pozícióm. Akkor ez így állt. Most lehet, hogy nem áll ilyen szépen, nem tudom, megnézzük. Tehát ugye volt benne bitcoinos bukta meg ilyen hülyeségek, amit én nem szoktam csinálni. Balansz följebb van, levegő lejjebb van, de ettől függetlenül voltak közte jó trédek, meg ugye a bitcoin sok mindent itt el is vitt. Volt egy pár bitcoin tréd. Azt csak azért nyitottam, hogy hát, hogy köztetek van olyan, aki ilyenekkel foglalkozik. Nekem az ma nem jött össze. Nem is baj. Nem a kedvencem. Van-e kérdés? Mi a MOL RT-vel mi van? Hát ugye MOL az szerintem ezen a szinten jó vétel, de azért vannak olyan események Ukrajnában, meg ugye van ez a olajembargó, mi lesz az Európai Unióval, stb. Hát az osztalék miatt mindenképpen jó vétel, az árazása alapján is jó vétel, szerintem az OTP sem rossz vétel, de hogy hol van az alja, hol lesz az alja, ezt ne kérdezzétek meg. Ha valaki ilyeneket vesz, akkor a stopot kell használni ott is, bármennyire szeretjük mindkét céget, mindenhol kell stopot használni. Nagyon sok tényező támogatja, fundamentális tényező, az olcsók ezek a cégek, és nagyon durva, hogy fordítva mozgunk ugye a piaccal. Meglátjuk. Nem tudom megmondani, hogy milyen események lesznek Kelet-Európában. Én azt gondolom, hogy megússzuk a nagyobb dolgokat, de ettől függetlenül tényleg mindenkinek azt mondom, keveslem is, hogy a tőzsdézők 80-81%-a veszít, szerintem most több. Maga a csoda az, hogyha valaki szinten tartja a számláját ebben az időszakban, úgyhogy ha mellettől is zongorázik, vagy egy picit megnöveli. Nem azért csoda, hanem más a piac. És azt egy idő után meg kell tudni érezni, hogy mikor van az, amikor van, amikor kötök sokat, van, amikor nézem, van, amikor részvényekből csörgök, 2-3 hónapot, fél évet, van, amikor elnézem a dolgokat, mínusz, van, amikor plusz. És valahogy mindig. Na, van, aki OTP-vel van pluszban. 6500, igaz, nagyon szép. Mert ugye szerencsére nem 6500, hanem jóval magasabb az árfolyam. Én azt gondolom, hogy 10.000 alatt nem véletlenül veszik sokan azt, de ettől függetlenül, hogy hol az alja, ezt nem tudom nektek megmondani, én emlékszem 2007-89-re, olyan szerintem nem lesz. De nem tudjuk, hogy mi lesz. Ha valaki figyelte, hogy Kissinger úr mit mondott, illetve Soros György mit mondott, illetve elemzők mit mondanak, különböző hír csatornák mit mondanak, én nem tudom, hogy mi lesz, nem is akarom kitalálni, hogy mi lesz. Fogalmazunk, hogy tartsátok szárazon a puskaport, akinek van, mondjuk ez egy 1-500-as tőkeáttétű demószámla, hogyha 1-20-as lenne, akkor itt, mit tudom én, 4000 dollár lenne a margin, lehet, hogy rosszul számoltam, és picikét kevesebb lenne a szabad, de mindig több a szabad, mint amennyi a margin. Jóval több. Margin szintet nézzetek. Stoppok legyenek, picikelotok. Ma picikelotokat mutogattam. Mindig szoktam mutogatni kereskedési hibákat, volt, amikor direkt lezúztunk demószámlát, volt, amikor valamelyik ötökét lezúztuk, újraépítettük, vagy fordítva, mindegy. Most, meg amúgy mindig picikelotok. Stoppok, és nem az a lényeg, hogy ki mennyit keres ezzel naponta, hetente, évente, hanem az, hogy valahogy ezt
a dolgot lehet tanulni, viszont nagyon nem egyszerű dolog ezt tanulni, mert van nagyon sok ezer instrumentum a világban, nagyon sokféle időséges kereskedési stratégia, nagyon sok hír, árhír, félrevezető információ, pláne most. Én ezért is szeretek indexekkel foglalkozni, és tök mindegy, hogy az index összetevőkkel mi történik, hogyha azt látod, hogy nagyon szakad, vagy nagyon megy, akkor azért a szemed sarkából olvasd a híreket. Én is szeretem a részzárást, most válaszolva a chatben elhangzottakra. Ha nézzük a DAX-ot, ő nem annyira. Egyeget Nasdaq. Sortoljunk egyet. Legyen egy ilyen is nap végére. Ennyi kockázatot megér. Megnézzük a dót. Ott is lehet egy kicsike dupla top. Ott egy nagyobb adaggal belenyomok. Maximum bukunk. Olyan is kell. Hát, ott még messze van a dupla top, az a baj. És hülyeséget csináltam. Hát mindegy, hülyeséget is meg kell tudni csinálni, ja. Visszakapcsolok Nasdaqra, ott már talán rajzódik a dupla top. Nehogy kösse valaki itt élőbe, pláne pénteken. Itt ilyenkor az lenne a menet, hogy szépen, hogyha elkezd esni az árfolyam, most éppen nem kezdett el, akkor bekészülnék egy részzárás a 0-2-vel. Meg ilyenek, hát most ez nem így jött össze. A dóma nem is lesz siker. Elfáradt a kereskedő. Úgy néz ki. Tehát ezért kell megvárni, hogy kirajzolódjon szépen az a dupla toppocska. Most ugye a meglévő long pozíciónkat hedzseljük, majd nem túl szép pénteken 21 óra 15-kor, de hát ez ilyen. Na visszakunkorodunk a Nasdaqra. Tehát ha ez elkezdene esni, most erre nincs időnk, akkor ráklikkelnék arra, hogy részzárás. A 0-3-ból 0-2-t zárnék azért, mert hogy az fantasztikus. A többit meghagynám futni, vagy rátennék egy csúszóstoppot. De ha már itt vagyunk a dónál, most itt nem csinálok részzárást, ráteszek egy gyors csúszóstoppot, és viszontlátásra short pozíció. Lehetne itt szórakozni részzárással, most ezt nem teszem meg. Amúgy lejjebb várom a chartot, mondjuk ide. De ez lehet, hogy nem így lesz. Nézzük a Nasdaqot utoljára. Ugye a nyakvonal törés most van, tehát amikor belépsz, a Nasdaq már jobb helyen léptem be, meg is mutatom. Amikor belépsz egy shortba, ott már van egy arra utaló jel, hogy ez egy M betű lehet. Amikor a nyakvonalat közelíti, ott már lehet, hogy részzársz. Jó, itt most picike az alakzat. A nyakvonalat át szokta ütni azért, hogy a tömeg sortolja. Viszont, hogyha a nyakvonalat fals letörés van, akkor már lehet, hogy nyomhatod a long pozíciót. Ez most egy hülye példa, pláne így, ekkora lotokkal, meg aztán pláne, így késő este, és ha mákod van, akkor az M betű tetejéig elmegy a chart, és akkor van pár dollár a zsebedbe, de ez most nem követendő példa, ez csak maga az alap gondolkodás talán. De nem mindenkinek kell skalpolni, nem mindenkinek kell gyors kéz. Azért is lett ennek az előadásnak címe Scalp Day Trade hosszú táv. Mindenki más típusú trader. Itt ez most már remélem egy kis stop lesz, most már nagyon fáradok. Egész nap chartnézés volt. Úgyhogy reméljük a legjobbakat. Na visszakunkorodunk a dóra. Nincs is olyanunk.
Hát itt nem olyan nagy csoda nem lesz pénteken. Kérdés van-e? Nincs kérdés. Akkor elköszönünk a NASDAQ-tól is. Az elmaradó dupla top legyen veletek. A vacsorának az inflációja le lett győzve, azt hiszem. Gyorsan. Hát részzárást kellett volna csinálni, meg a stoppot a kanóchoz kellett volna igazítani, most ezzel nekem nem volt időm kedven foglalkozni. Itt most ez van. A DAX-nál nincs szép alakzat, bár a NASDAQ se volt. Hát NASDAQ ugye elmaradó dupla top, amit mondtam. És akkor a Dow. Tehát ez szerencse volt, tehát most ez nem egy nagy sztori. A Dow-nál is kezd elmaradni a dupla top. Azaz mehetünk az űrbe. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen szép hetet zárunk. De szerencsére felfedeztem, és itt az elmaradó dupla top jön föl a short stoppokért. Most lennék kiütve, ha megtartottam volna a stoppot. Itt nem volt jó a risk reward, a kockátkezelés, tehát most ne azt nézzétek, hanem azt, hogy milyen gyorsan meg tudod gondolni magad. És aki itt nem forgatja a pozíciókat, valamikor nem is kell forgatni, mert azért az nehéz, meg veszélyes játék, az mínuszban zárja, így meg enyhe plusz lett. Lehetett volna szebb is, ugye a Dow Jones-nál nem ott, tehát nem a dupla top második csúcsán nyitottam meg a sortot, ahol kellett volna. És mondtam nektek, hogy a nyakvonalat áttör, és utána jön a szivatás rész. Tetszett ez? Vagy nem annyira? Csináljunk jobbat legközelebb, ugye? Azt gondolom, föltesszük YouTube-ra, nem ma, hát még az is lehet, hogy ma, aztán utána szombaton keressetek rá, vagy akár ma is. Nem tudom, most már nem sok kedvem van YouTube-ra föltenni így késő este. Na, sziasztok!